Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 5-éig. Itt, ennél a kivetésnél először is erről az ördögről szeretnék beszélni. Hiszen vannak hamis emberek a környezetben, akik hazudoznak, vagy becsapnak téged, de ez az ördög utalhat negatív gondolatokra is, mint például, ó, ez úgysem sikerül, nekem soha nincs szerencsém az életben, vagy lehetnek negatív érzelmek, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok. Mindezek a negatív gondolatok, érzelmek összefüggésben állnak ezzel az ördöggel. Akár így van, akár úgy, itt vannak fájdalmas emlékek, a szíved sebzett emiatt. De ez véget ér, hiszen itt megjelenik a halál, és a halál lezárja, eltávolítja az ördögöt, eltávolítja ezt a sebzett szíved. Amint a halál még jelenthet, esetleg egy örökösödési ügy. De akkor vigyázz nagyon, mert itt megjelenik az ördög, tehát valaki be akar csapni téged, és az nagyon fog fájni. Jelen pillanatban van nálad egy átmeneti időszak, hiszen lezárod a múltat, a volt partot, és indítasz egy új irányt, keresel egy új partot, de még nem látod, hogy hova érkezel. Ezek a változások, ez lehet költözködés, lehet munkahelyi változás, vagy a párkapcsolatban mennek előre az események. Ami számodra fontos most, az erő, hogy védd magadat, de ez az erő jelenti a belső erődet, a hitedet is, hogy hiszel abban, hogy az új part jobb lesz, mint a régi. És erre utal itt ez a kép, a 10-es szám jelenti ezt az új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életedben, vagy az életetekben. Itt sikerekről van szó, a gyermekek jelenthetik a gyermekeket, a család alapítást, de szimbolizálnak új kezdetet is. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket, látható a boldogság, szerencse, a párkapcsolatot illetően. Ami viszont a munkát illeti, akkor a kelyhek jelentenek egy kreatív tevékenységet, vagy egy spirituális területet. Ha egy hölgy vagy, elfoglalod a helyedet az életben, hiszen itt trónolsz. A kard a kezedben azt jelenti, hogy fontos döntéseket fogsz hozni. De nem csak te hozol fontos döntéseket, hanem ő is, ez a férfi, mindketten. Amit a kardok még jelentenek, az ötletek, a gondolatok, a tervek, és a kommunikáció, tehát itt lesz fontos beszélgetés köztetek. Ezt a kardot használhatod, vágd el ezt a csúnya ördögöt, és azokat az emlékeket, ami fájdalmas számodra. Tedd át ezen magadat. És akkor tényleg itt látható az új kezdet. Ha egy hölgy vagy, akkor újra megjelensz, mint királynő itt is, és itt is. Itt uralkodsz a tűz eleme felett, ami jelenti a bátorságodat, a lelkesedést, vagy a testi kapcsolatot. Itt uralkodsz az érmék felett, tehát az anyagiak felett, a munkád felett, és tudatában vagy a saját értékeiddel. Ami a lelki társadat, vagy a férfiakat illeti, itt is lesz egy új kezdet, de mielőtt ő lép, először is a kezébe veszi ezt a botot, odafigyel rá, és elgondolkozik azon, jaj, mi ez most itt? Itt a tűz eleméről van szó, tehát felteszi a kérdés, mi lelkesít most engem, vagy bátor vagyok-e lépéseket tenni? Tehát egy kicsit
jelenti a bizonytalanságukat is ez a kép. Mi a probléma nála? Erre adja meg a választ ez a kártya. Itt van ez a bokor, ez fel van díszítve ezekkel az arany érmékkel, és ez jelent másokat. A szépségüket, a jólétet, a tehetségüket, és ő odafigyel mindig másokra, összehasonlítja magát másokkal, de amit nem vesz észre, hogy itt megjelenik előtte ez az arany érem. Csak le kellene hajolni, a kezébe venni, ugyanúgy, mint a botot, megtalálni ezt az érmét, és ezek a lehetőségek. Az anyagiakat rendezni, vagy a hivatását élni, vagy ami a párkapcsolatot, a családi kötöttségeket illeti, a saját értékeivel kellene tudatában lenni, kell ez a magabiztos fellépés. De azért higgy benne, hiszen láthatjuk, hogy a kezébe veszi a kardot, és fog fontos döntéseket hozni. Átteszi magát a bizonytalanságokon. És akkor lesz itt egy új kezdet, itt van az életerő hozzá, lesz egy új irány előre folyamodnak az események. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!